Tamás egy nagyon kedves, nagyon előzékeny, nagyon tisztelettudó ember volt. Egy nagyon jó iparos volt, egy kedves művész, és egy őrült és őrült lelkiismeretes tanár. Operatőr volt, nagyon precíz, nagyon alapos. Csak egy példát mondok, a szögről csinált egy 10 perces zseniális filmet, kész volt vele egy hónap alatt, majd 4 hónapig csinálta a főcímet, ugyanis egy táblába bevert egy szöget, azt leállt a kamerával, bevert még egyet, felvette, és így kirajzolódott, beugrottak a kis szögek egyesével, és kiírta, hogy a szög. Tehát az ő alaposságát, kedvességét és ötleteit, ezt igazán érdemes ellopni manapság is. Mi még akkor kerültünk össze, amikor segédoperatőr tanfolyamra jártunk, olyan 40 évvel ezelőtt. És ezt a tanfolyamot ő első helyen végezte el, tehát ő volt a legjobb az osztályban. Mégis úgy alakult, hogy hozzám osztották be segédoperatőrnek. Volt szerencsém úgy is dolgozni, hogy Tamás volt a rendező, én voltam az operatőr. Ilyen konstellációban is nagyon kellemes volt vele dolgozni, mert nagyon pontosan tudta, hogy mit akar, azt is pontosan tudta, hogy én mit akarok, meg én mit tudok. Így aztán tökéletesen megértettük egymást, nagyon kellemes volt együtt dolgozni. Barátként egy nagyon pontos, megbízható, becsületes, jó barát volt. Nagyon-nagyon nagy veszteség ért minket az ő halálával.